Sziasztok, a Szerencsevadász vagyok, és hoztam egy szalonsorsügyet, egy puskás 500-at, és 4 darab kis karácsonyt. 7500 forint értékben próbálom szerencsét. Remélem, hogy nyerő sorsjegyeink lesznek. Sorszámok 040, 035, 002, 020, 031 és 024. Kezdjük a kettessel, kis karácsony. Hú, de jó lenne még nyerni rajta, lassan kezd kifogyni a készletem, de még azért van egy pár. És nézzük, hogy a mi számunk nagyobb lesz-e valahol, mint az ünnepi szám, azzal rögtön lehetne nyerni. 18-ra, 23. 23-ra. 28. Hát miért nem 18? Hát ezt úgy lett volna az igazi, nem? Mindegy. 20. 22. Hello, hello. 22-re, akkor adjál 20-ast. Adjál 20-ast? Nem ad. 26-ot ad. Hát ez szemétkedik itt velem. 25. 29, aztán pedig egy 21, legyen nyerő az a 21, 15 helyett 25, nem sikerült. Jön egy kis összeadás, 24-nek kell kijönnie, 8, meg 7, 12, besokaltunk, rengeteg. Aztán jön a fenyőfán a sor keresés, vagy üres sor keresés játék, tehát vagy teli sor, vagy üres sor az, amire szükségünk van. És kezdünk egy ajándékkal, tehát hogyha ad egy harangot, akkor már van egy teli sorunk 3000-ért. Aztán jön egy magyar. Vagy egy mézes kalács házikó. Szupóka, nyolóka. Pujka. És koszorú. Na, hát ide még kettő, és akkor 50 000 forint, tök jók leszünk. Nagyon crazy mézi. Az nem jó helyre ment a crazy mézi. Most így hirtelen nyében. Kesztyű. Hát ide ne adjál már semmit. Dísz. Jó lehet, hogyha ide semmit nem ad, akkor 8000 forintot nyerünk. És akkor rögtön pluszos a videó. Faszán, ide csúszik egy faszán. Hát nem hiszem el. Pedig de jó lett volna. Hát azt hittem rögtön jön egy szép nyeremény elsőre, de azért van még esélyünk bőven. Ha már itt a B betű előugrott. Na, és hol a másik betű vajon? Nagyon rejtőzkedik. Az szép, hogy nem találom sehol. Igyekszem megkeresni. Jól elrejtették. Ott van. Ott az L betű. Nem jó. Különböző betűket nem szeretjük. Jöhet a következő sorsjegyünk, ami most legyen egy puskás sorsjegy. Kicsit a változatosság kedvéért. Gólt kéne szerezni. Nyilaknak be kell menni, síp nélkül, ez az első játék. Nyíl, gyere nyíl, ó, ott a síp, meg a nyíl. Hát a síp nem kellett volna. Nyíl, gyere nyíl, síp. Nyíl, gyere nyíl, síp. Egy nyíl, egy síp. Nyíl. Síp. Ha? Nem sikerült bemenni. Egyetlen egy gólt sem sikerült szerezni. Öcsi. Jön az öcsi. X. Ó, már nem lehet, jó? Na hát akkor menjünk a végére. 10-es szám keresés. 11, 17, 16. Ez nem nyerő. Ez sem nyerő. Há. Meg ott egy P, vagy F, vagy mi a manó? HP. Az bal lesz. Az jó dolog, csak nem így. Nekünk egyforma betűk kellenének. Hát nézzük meg a 20-as sorszámot. Ha a 2-es nem volt jó, reméljük a 20-as az jobb lesz. És a fenyős résszel fogunk itt kezdeni. Hóember. Egy darab hóember lekaparva.
Majd egy szarvas is ide kacsingat. Harangozik. Szopókanyalóka. Kesztyű. Hát az a helyzet, hogy már üres sorunk nem lesz. Korcsolya. Koszorú. Egy ilyen mézes kalácsház. Hát viszont teli sor lehetne itt mondjuk. Fenyő. Ah! Vagy itt, vagy itt. Tehát ajándék és masni. Két lehetőségünk van. Erre a pulykát adja. Hát jó lett volna még egy magyar, de az nem jött. Nézzük az összeadást. Itt jöntsünk össze egy 12. Ugyanennyi kell a másik kettőből. 4, gyere 8, gyere, ó, 10. És a számok. Mit mondanak a számok? 17-re 21-et ad. 23-ra 26-ot. 25 és 28. 19 kontra 24. Hát nyerni kéne, hello. 26, na azzal lehet. De 27-et ad. És 18-ra 20, nem jó. Kifejezetten kellemetlen. N betű, meg egy H betű. Háromból semmi. Na jó, maradjunk itt a karácsonyinál, a nagy karácsonynál, és akkor nézzük meg, hogy az összeadás hogy sikerül. 6, meg 4, az 10. Az 10. Akkor egy jó 14-es. Egy jó 14-es. Az egyes megvan, gyere 4, gyere 4. Egyel több, 15. Szomorú vagyok. Hát ez be is jöhetett volna a nyerővel. 18-ra 21. 24-re 27. 26, na, legyen kisebb. És ne, 29-et ad. 20. 22. 23. 24. 17-re pedig 18-at, éppen hogy alatta maradunk. A fenyőnél az a helyzet, hogy van nekünk egy ajándékunk. Na, gyere harang! Kesztyű. Egy mézes kalácsház. És egy magyar. Sapó. Koszorú. Hóember. Pezsgő. Korcsolya. Hát ide nem kéne semmit adni, és akkor 4000-et nyerünk. A pulyka az, hogy nem jöhet, mert 54000-es nyeremény nincs. Faszán. Nagyon faszán. 4000 forintot nyertünk. Yes. Ez jó. Nincs fenyő. Nincs. Nincs bizony. Nincsen dísz se. Crazy Maze is el, meg a szopókanyalóka se jött, és így az 4000 forintos nyeremény. Na, rögtön pluszba vágott minket, hello. Nagyon jó. Ez szép. Yes. Nem is van a 4000 forintos, az S. Mint szuper. Na. Ez még valahol nekünk S betűnk. Jól elrejtették, ott a másik S. Yes. Abba is benne van. És van még egy. A 31-es után jöjjön egy 35-ös. Hát itt is elkezdjük akkor az összeadást, ha már ilyen jó sikerült ez az előző kaparás. 5. Meg 8, az 13. Hát egy 11-est végezzünk el. Egy 1-es megvan. A másik nincs. Az 14, egy kicsit sok lett az a baj. Na nem baj. Vagyis, hogy dehogy nem. Menjünk tovább, és akkor mondom azt, hogy nem baj, hogy nyerő lesz ezen a játékon, vagy a következőn a sors egy 25 és 29. Egy jó összeadás, jó lenne. 24 és 25. Közeledik. A következő már jó lesz. 21 és 24. Mégse lett jó. Azt hittem, hogy jó lesz, de nem. 23 és... És kivágja a 28-at. Na, adjál nekünk valami szép nagyot. 29! 29-essel lehet nyerni. De 30! Kiadja magának a 30-as. Nem hiszem el. Hát mi van 30-as? Miért nem csak 29-ig megy?
17 és 18. Ó, de szemét volt. Na jó, nézzük a fenyőzést. Van egy kesztyünk. Kesztyű, lekaparva. Sapó. Megvan. Pulyka, győzelek a pulyka. És a magyart is lekaparjuk. Jöhet egy mézes kalács házikó. Meg egy fenyő, nem fenyő, ez hógömbbe, ez hello. Nehogy már a fenyőt kaparjam le, amikor hógömböt ad. Harang. Jöjjön már egy ajándék. Szopókanyalóka. Ajándékot nekünk. Gyertya. Ostronkol a gyertya. Itt a gyertya, hát az a sokra nem megyünk. Ajándék. Helyett, hogy masni. Na milyen jó lett volna, ha fenyőt ad. De nem azt adott. Sajnos ez nem lett fenyős. És akkor ez nem nyerő. Hát igazándiból így is kihozta nullára magát a karácsony. A kis karácsony. Há. És T különböző, mert a négy karácsonyi sors egyből egy 4000 forintos nyeremény jött, és ugye 1000 forintba kerül darabja. De most rámegyünk erre a jó kis szalonra. A szalonnál az első játékon dárcozni fogunk. Dárcozni fogunk, és sornak kéne kijönnie. Na nézzük, hogy van-e 40-es. Ha van 40-es, le is lehet szépen kaparni. Majd a következő a 45-ös. Hoha. Hát olyat adsz, ami nincs. 46. Az van. Na két lehetőséggel már rögtön nyernénk. 29 vagy 38, az jó is lenne nekünk. És ad egy kerek 30-ast, ami szintén megtalálható. Lekaparjuk. Örülünk neki. Megyünk tovább. 24. 31. Annak kevésbé örülünk. 50-es van. 49-es is. 34. Vannak találataink. 42. Azt annyira nem nagyon látom. Mint hogy a 41-et sem. Na jó, 28. Miért nem 38 vagy 29? Ez mennyivel jobb lett volna nekünk? Sokkal. 43. Ó. 36. Na, hát akkor az is van. Esély rengeteg, de ad egy 25-öst, ami nem volt jó. Nézzük kupát 5000-ért. Gyere kupa! Hát ez egy stopper. A mi találatunk legyen nagyobb, mint az ellenfelünké. 41. 44. Hát ezt ő nyerte. 43. 48. Na valami nagyot dobjunk már. Hele. Hát 46-os. És 47-es. Hát egy kicsit kidobott. 10-nek kéne összejönnie. Összeadva. 8, gyere 2, 1-et ad, 9, nem jó. 7, most adja a 2-t, megint 9. Miért nem 9-nek kell jönnie? Na nézzük, hogy jön az a 10. Jön az a 10. 6-os, gyere 4-es. Ott a 4-es, ott a 10. Yes, nyerő sorsjegy. Akkor nézzük a biliárdot, több játékon is lehet nyerni. Egy sorsjegyen belül. És számkeresés van. 12, 20 és 22. Ezekkel kell egyező. 24. 27. 16. 11 mellé megy. 19, az is mellé. És 15. 26. 28. A 23 is mellé durrantott. Na, meg egy 18-as. Keresünk akkor pénzköteget. Kötegben áll-e a lóvé? Két pénzkötek kell egy sorba, akkor nyerünk. Csoki, érme és, vagy érem, igen, érem és süti, és a szorzó volt az egyszeres. Na, egyszeres pénzért megyünk, annyiért. És ad egy sört, egy zsetont és egy pénzköteget. Jó, hát eddig nincs jól. Na, mindegy. Egyszeres ér, mobil, pénzköteg itt. Van egy kis esély, gyere pénzköteg, de nem jön. Satyó. Baseball sapi.
nem volt jó most nekünk. Gitár, burger és egy üdítő. Egyszeres ér. Kocka, ász és pénz. Van még egy sorunk. Egyszeres ér. Lámpa, pénzköteg. És esélyünk is van. Gyere pénzköteg. Nem jön. Egy hotdog. Csillagok. 5000-es csillag. Nincs meg, lovat ad. 10000-esre batyut ad. Azt se lett meg. 50000-es csillag, de jó is lenne. De jó lenne. Jaj, azt hittem csillag. Ó, de szép lett volna, mert akkor 100000. Olyan szépen csúcsosodott ki, de aztán kiderült, hogy ez csak egy koktélos pohár. Viszont nyerő a sorsjegy. És akkor nem is olyan rossz ez a kaparás, mert 4000-ünk már van. Ide mi van írva? Az a kérdés. De az egy hatalmas kérdés, ha nem alapnyeremény, akkor pluszos lesz a videó. Na gyerünk, ne alapnyeremény legyen. Yes! 5000! Pluszos videó! Na, ennek aztán tudok örülni. 9000 forintot nyertünk 7500-ból. Yes, yes, yes. Ez összességében kifejezetten kellemes. Ott a W tartozik az 5000-es nyereményhez. Hát, ha minden jó, meg találunk majd még valahol W-t. Hoppa, itt is vannak. Ott vannak a W-k. És akkor hát itt ez a két szép sorsjegy. 5000, meg 4000. Így jött ki a jó kis végeredményünk. Hát igen, ezek is itt voltak mutatóba. Játszottunk velük. Mások nem voltak jók. Előkészítették a terepet ezeknek. És reméljük, hogy lesz még ennél is sokkal jobb. Meg kívánom, hogy nektek is legyen sokkal jobb, és nyerjetek jó nagyokat. Iratkozzatok fel, legyen szerencsénk. Sziasztok!